Halló, sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHalom csatorna, Manorlord sorozata, nagyszerű manós kis falucskánkkal és manós régiónkkal, amit szeretnének kiirtani egyébként a csúnya rossz emberkék. Van egy-két információm a számotokra ebben a részben. Először is, átváltjuk a kamerát, másodszor is, a farmokon beszélgettünk az előző részben, illetve egyik néző fölhívta rá a figyelmemet, hogy lehet így rakni ugye a dolgokat. Árpa, lem, búza, és akkor ugye ameddig az egyiket csinálja, addig a többi termeli vissza a termékenységét. Na most ezt leteszteltem egy külön játékban, így játszogattam egyik este, nem volt kedvem semmi, ezért igazából egyik kamerám, vagy egyik monitoron sorozatoztam, a másikon meg ugye így játszottam így a Manorlordszal, és ha már kettőt beraksz, már az is csökkenti a termékenységet. Hárommal nagyon gyorsan le fog fogyni az egész. Tehát egyszerűen elfogy a termékenysége a talajnak, nincs ideje visszamenni a termékenységnek. Kettővel is szépen lassan megy lefele. Egyszerűen az a legoptimálisabb, hogyha mindenhez van egy külön területed, és minden évben külön területen csinálod a termelést. Szóval ez így nekünk ebben a formában ez nem fog működni. A másik, amire rájöttem, van ez a kerítés fölhúzás. Hogy vagyunk itt jelenleg pontokkal? Van a jutenyésztés, meg a nehézeke. Ez mindkettő nagyon jó nekünk. Itt egy ilyet kéne megfejlesztenünk majd. Ha jól emlékszem, hogyha akarunk az agyag lelőhelyjel foglalkozni. Lehet, hogy nem fogunk, nem tudom, meg ezt átgondolom. Ez mondjuk, ez a trágyázás, ez abszolút kaki, ez egyáltalán nem működik sajnos. Méghozzá azért, mert olyan istentelenül sok juhot kell, hogy legyen, hogyha az összes földterületre szeretnéd, hogy kerüljenek. Legalábbis, illetve arról nem is beszél, hogy nagyon bugosan működtek nekem. Lehet, hogy valami összetört abban a játékban, de írta, hogy vannak egy, minek nevezzem, egy ilyen, egy elkerített részen, egy földterületen írta, hogy ott vannak a juhok, 20-ból 20 ott van, illetve írt egy részt az egyik földre, az egyik ilyen ugarral ellátott földön. És viszont egy harmadik földterületen állt az összes juhom, és ott legelgettek igazából, ahol meg éppen termeltünk. Szóval, hogy kicsit furán működik szerintem ez a trágyázásos dolog. És inkább erre nem építenék. Ez nagyon király lenne, mert akkor ugye lehetne kevesebb terület, és akkor lehetne azon a területen fölváltva termelni az adott növényeket, de voltak éppen igazából nem látom okát, hogy miért ne alakítanánk át ezt az egész részt itt izére földterületre, és akkor termelni mindenhol, amit szeretnénk éppen termelni. Most itt mindennek a termeléses dolga megy, és igazából még relatív egész magasan van minden. Lehet, hogy mondjuk ezt így az elején, kezdésképpen például ez így működhet. Mert ugye három nagy terület, ahol úgy relatív egész magas százalékon vannak, és akkor így mindegyiket termelem. Ezek itt maradhatnak is nekünk, ameddig foglalkozunk teljesen más dolgokkal. Egy másik dolog, ami eszembe jutott, és itt nem nagyon csináltunk ilyet, nem mintha nagyon kéne feltétlenül. Ugye itt van egy gyűjtögető kunyhónk, és csak két ember dolgozik. Két emberrel? Ennyi bogyónk van? Akartam még építeni egy gyűjtögető kunyhót. Mondjuk tény, hogy itt gazdag lelőhelyünk van, illetve valószínűleg még fejlesztettem is, igen. Szóval itt elég sok bogyónk van. Az én játékomban nem gazdag lelőhelyem volt, és nem is fejlesztettem ki. Viszont, ahogy növekszik a bogyó lelőhely, addig visszatermeli eléggé, és el tud látni akár több gyűjtőt is. Tehát ez nem olyan, mint az állatok, hogy mit tudom én, három vadászod van, levadásszák 10-ig, akkor ott ülnek és nem csinálnak semmit. Ez ameddig szezonális, ameddig ebben a szezonban növekszik,
addig növekszik és begyűjtik. Egyébként kicsit sajnálom, hogy így oldották meg ezt a bogyós dolgot. Jó lett volna, hogyha több helyen lenne bogyó, több-kevesebb bogyó lenne, és hát ugye, oda ugye egyértelműen nem építkezhetsz. És a gazdag lelőhely az azt jelenteni, hogy rengeteg helyen van bogyód, de az mondjuk korlátozza azt is, hogy ugye akkor mennyi helyre tudsz építkezni, mert akkor lehet, hogy elpusztítod ezeket a bogyólelőhelyeket. Szóval akkor nem gyűjtök be több bogyót, akkor felesleges. Amit szeretnék begyűjteni, az viszont a színezék. Itt van nekünk való szabónk. Na most ezek után találd meg Attila a dolgokat, ezek mind fegyverek lesznek, mi? Igen. Polgár, sörfőzde, varga műhely. Nem, ez cipész lesz, nem? Ez valószínűleg cipész. Nagy raktár. Lehet, hogy itt nincsen. Könnyen lehet, hogy itt nincsen. Nem baj. Nem baj, ettől függetlenül. Lerakunk ilyet. Ide. Így. Kicsit jól néz ki, mert itt ez a fa, ez így megmaradt. És készítek még. Sőt, szerintem lehet, hogy nem is készítünk egyáltalán itt. Szerintem festőműhelyt lehet, hogy nem is raktam le. Jó, akkor egyel fogjuk most itt megpróbálni. Szerintem nem raktunk le festőműhelyt. Logikus lenne egyébként. Hogy vagyunk minden mással? Nem ezt akartam így kilépni ide. Itt még lehetne bőven faszén, arra rámegyünk. Ne haragudjatok, el vagyok felejtve, hogy hol van. Mi történt? Elfogyott az élelem Észak-Goblinban. Hát olyan előfordul. Olyan kérlek szépen előfordul. Ilyeneket akarok még lerakni. Úgyne. És lehet, hogy árulunk faszént. Kereskedőállomás, kereskedelem. Tudunk egyáltalán faszént árulni? Faszén, ott van. És ezt fogjuk exportálni. Viszont előtte 300-at összegyűjtünk. Azon gondolkodom, hogy engedjük-e, hogy külföldre is vigyék-e, vagy sem. De, mert akkor ugye a belső területeink jobban tudnának, értitek, belőle szerezni, innen megvásárolni. És akkor ide lehetne, tehát itt is például tudnánk vásárolgatni akkor faszént. Hogy állunk tüzelővel? Itt is van faszénunk. Ó, itt is van szénégető helyünk. Ja persze, mert a gazdag lelőhely miatt kellett. Hú, ez egy érdekes dolog, hogy a gazdag lelőhely meg a faszén így egymás mellett van. Mindegy, egy harmadik területre akkor most már ezt is tudjuk majd exportálni. Most ott a faszént azt gyűjtögethetjük, mert ugye ott fa, elég nagy fakitermelésünk van már alaphangon. Na, és jó, ott készül a festék. Azt hiszem mondjuk itt még nem csinálunk, vagy csinálunk egyáltalán? Színezéket, cserzőműhely, szemüvely, közös kemes, festőműhely. Itt készítünk, viszont itt ugye nem sok van, szóval azt mondom, hogy nem fogunk készíteni. Nem is készítünk. Hol a bogyó gyűjtősejünk? Itt egészen lent. Hol az épületünk, ami begyűjt bogyót? Van egyáltalán olyan épületünk? Itt a gyűjtögető kunyhó. Tessék, menjetek oda. Még legyen egy negyedik emberünk. Sőt, berakhatunk még egyet, miért nem? Na azért, mondani akartam, miért nem az út másik oldalára akarod építeni. Hát igazából 8 emberem van. És nincs élelmünk. Most a bogyó miatt egy picit jobb lesz majd. Itt egy vadász az bőven elegendő. Ja, ezt meg kell várnom, hogy ez elkészüljön. Illetve mehetne még több földterület. Mennyi emberünk dolgozik most?
Ez relatív egész gyorsan már most is. Bőven rakhatnánk még földterületet. Ezek most mekkorák vajon? Ez két hold, vagy három? Nem emlékszem rájuk. Ezzel is játszogattam, de... De kicsit egyedi, hogy mennyit éri meg összehozni. De lerakunk egy 2,5-öset. Úgy. Ide közé. Ez 2 így összesen. Hát akkor bizony idáig eljön. Ez így. 2,7. Jó. Úgy. Itt a kis kunyhúsainknak itt kihúzunk egy utat. Ó, ezt hogy csinálod? Tudod mit? Nem érdekel. Tudod mit? Én elfogadom, hogyha te úgy akarsz oda utat húzni. Így ne. Kicsit gyorsabban fognak odaérni. Gyorsabban begyűjtögethetik a dolgaikat. Itt ez a rész már nem olyan jó. Ide kéne húznom még egy földterületet. Legyen mondjuk ugyanolyan hosszú, mint ez itt. 1,4, az 2,5. Oda várjunk, itt lehetne egy szép teljes. Ez 3. Hát, legyen 3 úgy, ne. Úgy. És akkor most van 3 új mezőnk. Mit akarok termeszteni rajta? Igazából búza kéne, hogy legyen, nem? Tehát, hogy az lenne a legjobb, hogyha búza, és akkor kenyeret készítünk, és akkor abból minél több van. És az élelem a nagy problémánk. Viszont akkor ez lesz a búza termelős rész. 100%, nagyon jó. Ez mehet is. 96%, 99%. Azt néztem, mint a magasabb lenne a... Igen, szerintem itt nem volt 60%-osunk ebben a régióban. Szerintem följebb vitték a termőföldek termékenységét. Tehát, hogy az összesnek úgy általánosságban egy picit feljebb vitték, mit tudom én, 10%-kal vagy... Ja, olyan 10%-kal. Szerintem ezek a részek itt nem voltak 60%-ok. Aztán lehet, hogy csak behalúzom igazából. Simán lehetséges. Itt festékes? Ó, gyönyörű. Hát akkor mehettek is oda. Készítsetek festéket itt nekünk. Aztán azt is adhatjuk el igazából. És a másik területen meg ugye meg tudjuk venni. Tehát így a kereskedés mehet a két településünk között. Ha, kész van itt a színégető műhelyek. Akkor azt csináljuk, most egyet rakunk be. Ja, még 3 emberünk van itt. Egy-egy az most ott elegendő. Itt nem is tudom, hogy szeretnék-e esetleg ennél jobban katonákat meg embereket készíteni. Előbb azt kéne csinálnunk, hogy ugye ez a mezőgazdasági észak-goblin területünk beinduljon, hogy el tudjuk látni élelemmel a másik területet. Most ugye általánosságban véve ez most jól áll, 500 élelmük van, de értitek, nem 3 ételük van. Van zöldség, bogyó, meg időnként kenyér, meg hús időnként. Tojás is van időnként. Ja, jó lenne ellátni őket itt élelemmel. Na, itt a gyűjtögető kunyhó, ez fejlődik, és maxoljuk is. Úgyné. Na, kezdik is ezt bearatni. Hogy átrohantott? Itt ugye itt megindult egy vonalba, és itt folytatta utána tovább. Ezt valószínűleg nem fogják tudni bevetni szerintem időben. De mindegy. Ezeket megcsinálták vajon? Aha. Mennyi árpánk lesz. Ez nagyon jó. Hogy vagyunk itt? Tudnánk fejlesztegetni. Igazából a probléma az étel. Fejlesztéssel? Ja nem, így tudunk fejleszteni itt. Ó. Ez az. Yes.
Mi a baja izé királynak? Mi a problémája a királynak velem? Itt is tudnánk bővíteni. Ó, és ide jönnek új lakosok még. Az az élelem, az nem lát el majd minket nagyon. Nagyon jól. Még mindig küldjük át a dolgokat? Ja, ez az agyagkemence. Itt van, ez kell nekünk. Ugye még mindig küldjük az agyagot a zöldségért. Lehet nem is zöldséget kéne kérni, hanem bogyót. Mert a bogyóból több van a másik területem. Illetve több bogyót is kapunk, mert az értéke más. Itt ezeken a részeken laknak, de mondjuk elég kicsi helyeket kaptak. Mennyien laknak itt? Kettő, így is meg tudtam volna ezeket nézni, meg ezeket is. Azon gondolkodom, mire lesz szükségünk, mert nekünk kelleni fog valószínűleg egy szabóműhely, egy varga műhely is jöhet, asztalos, hiász, nem, kovács műhely, sörfőzde, meg a pékség, ha kifejlesztjük, de a pékség igazából lehet a másik is. Ide viszont, de ezekre a részekre mindenképp mehet a zöldséges. És ezeket lehet is fejleszteni rögtön. Mert ott már laknak, szóval tudják készíteni a zöldséget, a nagyszerű zöldséget számunkra. Valát a ház. Már készítünk cipőt. Hol van varga műhelyünk? Ez lesz az. Aha, ez az. Akkor cipészünk már van igazából. Ide lehetne még valami, ugye van egy cipészünk, akkor ide lehetne a szabóműhely. Sört is tudnánk exportálni innen, ha eleget készítünk. Jó, a sörfőzde az még ugye messzebb van, mert mondjuk kéne a hármas szint. Nincs 7 darab 2-es szintünk. Jó, mindegy. Ezeket átalakítom, hogy termeljünk valami más ételt is. Bőrből hogy vagyunk? Szó-szó. Occasion, szóval azt mondja inkább, akkor itt legyenek csirkék mindenhol. Tudod mit? Nem. Egy kecske volt azért rakunk. Jó lenne tudni, hogy mennyit termel egy darab kecske volt, értitek? Lenne valami érték, nem tudom, hogy egy darab kecskeolból mondjuk 10 írhát tudnak egy évbe kitermelni, vagy mondjuk 12-t, havonta egyet, értitek? Valami ilyesmi. Még ezt is tudjuk fejleszteni, ez is mehet mindkét. Ó, a másikkal kellett volna kezdenem. Itt ez micsoda? Fűrész velem. Hú, az nem kell, az tudom, hogy az egész jól halad. Ezekkel nem kell foglalkoznunk, a malátaház az még nem annyira szövőműhely. Az se még, kemence se. Agyagkemence, még mindig nem annyira fontos. Tetőcseréből annyi van, mint a fene. Jó, hát voltak éppen ide emberek, nekünk nem kellenek még. A begyűjtés, meg minden ilyesminek mennie kéne, és utána lesz igazán jó. Végül is az árpa az, ha azt nézzük, már megvan, tehát sör az, a sörrel már lehetne foglalkozni. Ide is, ja ide a másikat akarjuk, ide ezt. Ez egyes szintű. Ja, mert nincs elég élelmünk. Igen. Az élelem dolog, ez az Észak Goblin terület, ez egy picit el van rontva, ha azt nézzük. Mi volt? Malátaház ez. Ide egy embert elküldünk, hogy dolgozzon. Addig is árpából akkor malátát készít. Illetve akkor le kéne raknom új házakat. Mit szóltok, ha lerakunk? Ide le tudok rakni egyet? Ó, le! Az egész jó. Mondjuk a sörfőzde épület, az tök jó lenne, hogyha
Nem csak ennyiből állna, de tudjátok mit? Nem baj, jó lesz az úgy. De behúzunk egy utat. De úgy, hogy így. Így. Ó, hogy ne. Kicsit ilyen gömbölyű legyen. Isten, mennyi emberünk van. Úgyne, hát ez mondjuk két elég nagy terület. Ez zöldségesnek jó lenne ez az épület. Ezt meg használhatnánk valami másnak. De úgy néz ki, hogyha így megfordítom. Aha, nem olyan jó, viszont ha így... ez egész jó. Na, menjünk lakosságra itt. Itt nem akarok annyi zöldséget készíteni majd. Inkább arra akarok rámenni, hogy a kenyérből legyen nagyon sok. Na nézd meg, ugrottunk is a váltásban. Ez most árpa lett. Azt ne kérdezzétek, hogy előbb még búza volt. Nem? Én megmerek esküdni nektek, hogy az még előtte az búza volt. Meg is tudom nézni. Itt megnézem a videót vissza. Sőt, van egy jobb ötletem. Most a videóban keresgélek egy olyan pillanatot, amikor konkrétan ezt látjuk, hogy ez milyen. Figyeljetek, mentünk egyet, azt mondja, hogy ez a men 15-ös mentés. 14-es már van. És volt egy gyors mentésünk. Nem most. Ja, azt én nyomtam az F5-tel. Jó, akkor itt van egy... Nem felülírni akarom, nem, betölteni. Ezt az automatikus mentést betölteni. És megnézni. Szerintem az búza volt, és hiába van már bevetve, hiába nőtt ki, szerintem fogja és átalakítja. Itt vannak érdekes hibák. Ezt a saját játékomban is figyeltem, hogy mint hogy megszűnnének időnként, amit begyűjtenek. Búza. Ott van. Látjátok, ez búza. Ez egy búza terület. Búza van ott. Méghozzá 382 búza, ami nem kevés, azt kell mondjam. És most visszamegyünk a 15-ös mentésre, akkor izé lesz. Árpa. Kíváncsi vagyok, hogy esetleg így is mondjuk begyűjtik-e azt a búzát. Meg kellett volna nézni, hogy felül mit ír. Hogy mennyit búzát fognak begyűjteni. Mert lehet, hogy csak elírja, de amúgy meg az van ott. Hát ez már pedig árpa most jelenleg. Következő betakarítás. 3 darab búza. Nem. Nem. Fogta és átalakította. Az igazán szomorú. És ez vajon mennyiszer baszta át nekünk a helyzetet? És fogják és leszedik a izét, ami ültetve volt búza. Vetés folyamatja. Most átültetik. Elfogyott az élelem. Hát, ha ennyire hülyék vagytok, mint amit most csináltak, akkor nem csodálkozom. Pedig ott már elég rendesen ki volt nőve. Egy picikét elszomorítanak ezek a fajta hibák. Látom, hogy fejlődik a játék, de... De ezek a hibák elszomorítanak eléggé. Na most már azért van frissítve eléggé a játék, hogy ne legyenek ilyen hibák. És már frissítgetik annyira.
Ez a településünk sose fog fel... feltörni, vagy hogy mondjam. Mindjárt elfogy a kajánk. Mindjárt veszek ételt. Most ha... közeleg a tél. Jó, azzal ne aggódjatok miatta. Van valami, ami olcsó. Mit exportálok a másik területtel vajon? Mert hiába hozzuk át, tehát egyszerűen nem látom úgy, hogy nagyon működne az, hogy áthozzuk az ételeket. Itt. Bogyót is exportálunk, bár egyébként nincs elég bogyójuk, és nincs elég zöldségük se. Jó, ez a település már nem látja el a másik településünket. Akkor maradjunk annyiba, hogy importálunk mi magunknak valami olcsó dolgot. Ez 2, a hús ennyire olcsó? 12 pontosítva. Jó, tudod mit? Importáljunk húst. 15-öt. A 120... 180. Különben éhen halnak. 7 darab lakosunk van. Tudod mit? Ide a raktárba menjetek, egy-egy ember beküldünk dolgozni. Malátaházban már dolgoznak, az árpa az alakulgat át szép lassan. Szerintem az egy ember az igazából elegendő egy jó időre. Azok nem kellenek nekünk, agyakkemenc egy ember az teljesen jó, cserzőműhely. Az is jó nekünk. Ja, hát itt telnie kell az időnek egyszerűen, itt más mese nincsen. Azon gondolom, hogy lehet, hogy ezzel kéne itt foglalkoznunk. Hol... nem volt felállítva egy csapatom? Úgy emlékszem, hogy fel volt állítva. Mindegy, háznépe gyertek, mozgósítsuk át titeket. Nem lennék hálátlan, minden követelésedről lemondanám. Tönket úgy dönt, hogy beszól. Nem kell futni, srácok, de azért gyertek át ide, és ezt szedjétek be. Ahogy ne. Mert aztán utána leszeretnék telepedni oda. Itt is van vas van, meg bogyó. Igazából ez a település, ez tök jól el lenne. Hát azt kéne csinálnom, hogy valahova ide ebbe a sarokba rakom. Bár... azt szeretném, hogy előbb-utóbb minden irányba el tudjon terjeszkedni. Hogy vagyunk festékkel? Színezés 138. Mennyien vagytok ittben? Jesus Christ. 138. Kettőre levisszük. Elkezdtük már kereskedni ezt? Ezért fogyott meg a bogyónk annyira. Színezzék, nem? Ezt is exportálhatod, tudod mit? Voltak éppen... nekünk nem is kell, hogy legyen itthon színezzék, szóval egy 10-et megtarthatok, a többit vigyétek ki, hogyha sok. Több nem kell. Ott van most már faszénből is 165 van. Ez a település olyan gazdag lesz, hogy valami elképesztő. Üzenet, jó. Jó, hagyjál béken. Nem vagyok hajlandó válaszolni a hülyeségedre. Begyűjtötték a bogyót itt, meg begyűjtötték a bogyót. Ez már az én kincstáramat. 128. Jó, ti meg gyertek ide. Mert így tudlak, sőt, lehet, hogy ne is oda menjetek, hanem inkább ide. És itt is raktunk le már egy közrendöveléses dolgot. Itt van a 12 háznép. Ti nem is vagytok még mindig fejlesztve. Vagy nem vagytok mindannyian fejlesztve. Jó, mindegy, titeket kiegészítünk 24-re. Így is van 2000-em. Elkezdünk fejlesztegetni. Olyan 1500-ig leviszem, mert ha jól emlékszem, 1500-ba kerül a... az, hogyha egy új régióba akarsz embereket küldeni a lehető legtöbb felszereléssel.
amit most, most úgy fogjuk megtenni, hogy nem a tér közepén küldünk oda embereket. Ha már itt figyeltek, ha már ennyi pénz bekerül még, akkor a maradékot is befejlesztjük. Úgyse most akarom feltétlenül az új települést elkezdeni. Lehet az, hogy zöldséget is, meg húst is importálok, és nem akar összejönni nekik. Tudom, hogy bogyót is importálunk. Folyamatosan legyen... 13-ba kerül? Akkor ne legyen folyamatosan 50, a sok. Zöldség is 12-be kerül darabját. Jesus Christ. Tudom, akkor legyen csak 30. Itt úgy érzem, hogy gondok lesznek az érzéssel. Egy család éhes. Oh no! Mit, ti vagytok éhesek? Éhes a háznépe, akit ide küldtem örködni. Bár ők mondjuk most már vissza is mehetnek, mert most van, ha azt nézzük, már egy családot, vagy egy háznép. Ez micsoda? Itt van egy bányaverem. Ezt azt hiszem, mintha írtátok is volna. Arra jól megfeledkeztem ott. Ja, már megint üzentél? Adjál már békén. Na, válaszoltam egyszer. Minden igaz. 49%? Szórakozás hiánya. Mínusz 9. Mínusz 18 a szórakozás hiánya miatt. Bra! Milyen szórakozás? Nincsen szórakozásos épületem. Milyen szórakozásról beszélsz? Nem értem. Mennyien dolgoznak itt a parasztházban? 8-an. Végül is itt nincs szántóállomásunk, vagy mi. Na, lehetne fejleszteni épületeket. Ez micsoda? Szóval polgári telek. Nem fejlesztem tovább, mert ugye növekedni fog a lakosságunk, hogyha fejlesztegetem. Na, hogy vagytok, kedveseim, mennyire... elég sok család éhezik. Hát erre mit mondjak? Ha hoznának a kereskedők ételt, akkor ebben nem lenne probléma annyira. Tudod mit? A kenyeret így is úgy is exportálni szeretném, szóval azt... most elkezdjük importálni. És megkérünk egy konkrét kereskedőt, hogy jöjjön ide és hozzon nekünk. Ezzel most megcsináltuk, hogy mindig jön egy kereskedő konkrétan ezzel a termékkel. És akkor hát, ha most még egyelőre kisegítjük magunkat itt. Túl nagy a lakosságom ahhoz képest, hogy mennyi étel termelek. Amint beindulnak a mezőgazdasági területeim, onnantól kezdve menni fog. A lent azt lehet, hogy hagyom is egyelőre. Legszívesebben ezeket is átalakítanám, tehát két búza legyen. Az lenne az igazi. Aztán rakunk le lent is, meg rakunk le árpát is. Ellenben viszont, srácok, elérkeztünk ennek a résznek a végére. Hova érkeztetek? Hell yeah, hell yeah. Viszont azzal, hogy kilépek, srácok, ők most itt fognak maradni. Ezt lehet, hogy itt hagyom, hát ha nem felejtem el. Így a kamerát rajtuk, és a mentésen látszódni fog az ellenséges bandit ember, aki egy ilyen képet készít az éppen aktuális dologról, amit nézel.
Remélem jó szórakoztatok, és remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is. Addig is pedig nézzetek körbe, ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. Sziasztok!